A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen azon személyek, egyesületek, szervezetek kapták meg idén is a szexuál büszkeségei elismerést, akik hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. Így például az Aliszka Nyilai IJASZ Egyesület versenyzőinek az országos bajnoki helyezéseket szerző sportolóit is díjazták. Hát ez a városi díj, ez nagyon egyedi. Ez, nagyon örülünk, hogy pont a mi városunkban hozták létre. Ezzel a versenyzőinket is nagyon motiválja, hogy itt azért kapnak egy kis pénzjutalmat, amit bármire tudnak fordítani, és ezzel motiválják őket a következő évre is, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Az egyesületünk az idén 20 éves, úgyhogy februárban ünnepeltük a 20. évünket, és hát ez nekünk egy jubileumi év, és eléggé nívós versenyeket fogunk az idei évben rendezni. Hát fogunk rendezni egy terep országos bajnokságot, és ami a Magyar IJASZ Szövetség rendezésében, és a Szekszárd város támogatásával, és a két helyi IJASZ Egyesület munkájával, a Tolnatájak IJASZ Egyesület, illetve az Aliszka Nyilai IJASZ Egyesület a 3D világbajnokság megrendezésében fog részt venni. A díjazottak pozitív tulajdonságai mellett fontos szerepe van annak a családi háttérnek is, amely biztosítani tudja az ehhez szükséges megfelelő feltételeket, mondta Ársezső polgármester köszöntőbeszédében, majd felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére. És nagyon sok olyan szexuális tehetséges fiatal van, aki sportban, művészetben, tudományos munkában, gyakorlatilag a verseny kereteket túlfeszítve egy kicsit, nagy teljesítményt ér el, és azért találtuk ki ezt a szexuális büszkeséget címet. Úgyhogy idén negyedszerre osztottuk ki, közel 400 fő részére kerültek átadásra a díjak. Ez pedig azért fontos, mert szeretnénk azt üzenni a fiatalok felé, illetve nem csak a fiatalok felé, hanem a teljesítők felé, ezt mondom, mert ez kortól függetlenül, nemtől függetlenül így van, hogy a város figyeli azt a teljesítményt, amit a szexuálisok nyújtanak bármilyen területen, és nem csak figyeli, hanem szeretné is elismerni. És ezzel is szeretné egy kicsit ezeket az embereket, fiatalokat, idősebbeket jobban a városhoz kötni. Azt gondolom, hogy főleg fiatalok kaptak díjakat, az ő számukra pedig azért nagyon fontos, mert a gyökerek, a tradíció nagyon fontos a város, és az ő számukra is azt gondolom, hogy az ilyen díjak, mint a szexuális büszkeség a díja, mi azt gondolom, hogy anyagiakban nem egy nagy valami, de végig csak egy közösség elismerése. Ez megmutatja azt, hogy a város megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a szexuális fiatalok kiteljesedéséhez szükséges feltételeket megteremtse és segítse. Befejezésként a szexuál sportolója és a szexuál edzője díjakat adta át Ársezső. Az előbbi Gereben Lívia, a KSC kosarasa, míg szexuál edzője Halsányi Mária, a KSC kadét leánycsapatának vezető edzője lett. Nagyon, tényleg nagyon sok kosárlabda sikernek a részese voltam, mint az egyesületi szinten, meg sokszor vittem a diákolimpiai csapatokat is, és hát ez nagyon jól esett ez az elismerés, mert megkaptam ugye a Prima díjat is, hát nem gondoltam, hogy ezt is még megkapom, és nagyon boldog vagyok, hogy a város is elismeri az önkormányzat, és polgármester úr is, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Valóban engem még most is motivál, bármennyire idős vagyok, de nagyon-nagyon szeretem most is végezni a munkámat, de én csak úgy tudom, hogy 100%, 200%-osan, mert különben úgy érzem, hogy semmi értelme nincs, ha csak lemegyek az edzésen, most is égek 1000 fokon, minden meccsen, edzésen, tehát a maximumot szeretném a gyerekekből kihozni. Az ünnepségen 98 díjazott részesült elismerésben 17 csapat és 20 felkészítő. Ez mintegy 400 főt jelent.